hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Szentírás talán leggyakrabban idézett mondata nagypéntek napjának igéje. Olyan sokszor hallottuk ezt az igét, különböző kontextusban. Meg is tanultuk talán, kívülről is tudjuk. Most átéljük, hogy a szavak átértékelődnek, és más súlya lesz minden egyes szónak. Más súlya lesz a világ szónak, más súlya lesz a szeretet szónak, és más súlya lesz annak az ígéretnek, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagypéntek napján így állunk meg most lélekben a kereszt előtt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten tiszteletünk elején a 208-as számú éneket énekeljük végig, majd a liturgiában a 3-as számú liturgiát használjuk, annak első két énekét fogjuk 208-as ének és 3-as liturgia. Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Jézus Krisztus engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztván elszenvedett halálig. Én Istenem, miért hagytál el engem? Miért van távol segítségem? Miért nem ér el kiáltásom? Gonoszok seregevet körül, átszúrták kezemet és lábamat, ruháimon megosztoznak, köntösömre sorsot vetnek. Torkom kiszárad, szám kiserepesedett, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába hanyatlottam. De te, Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg az oroszlán szájából engem, nyomorultat. Jézus Krisztus engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett haláláig. Testvéreim, készüljünk bűnbánatra, és hallgassuk meg, mit mond Isten, ami mennyei atyánk az ő törvényében. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Vigyük most Isten színeli mindazt, ami lelkiismeretünket terheli, és mondjuk el együtt a gyónó imádságot. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Ezek után feleljetek a gyónási kérdésekre is, felállva helyetekről. Az élő Isten szín előtt kérdezem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből hozzá kiált. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor föltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr Jézus Krisztus rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Járjatok új életben a Szentlélek ereje által. Amen. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, Te akartad, hogy egyszülött fiad vállalja értünk a kereszt gyötrelmeit. Add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg szenvedéséről, és így megszabaduljunk vétkeinktől és az örök haláltól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg nagypéntek ószövetségi igéjét, amint azt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetében a következőképpen. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, s ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele.
Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneinket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Uram, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg nagypéntek evangéliumi igéjét, amint azt megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 27. fejezetében a következőképpen. Miután kigúnyolták Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kever bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, aztán leültek ott és őrizték. Feje fölé felfüggesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt, ez Jézus a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt fölépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták, az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lamma sabachthani. Azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal odafutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse? Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Ez a mai nap evangéliuma. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagypéntek mindig csendes ünnep. Most különösen is az. Fájdalmas és elgondolkodtató ez a csend. És ahogy halljuk ebben a csendben az evangélista leírását, minden bizonnyal képek jelennek meg előttünk. Olyan képek, amelyeket talán kisgyermekkorunkban, gyermekbibliában láttunk, vagy amelyeket a Jézus filmek mutattak be, képek jelennek meg előttünk, amelyeket talán művészek alkottak. Képek, amelyeket távolról jó szemlélni, hogy az egész látható legyen. És képek jelennek meg előttünk, amelyeket jó közelről megnézni, hogy az apró részletek se kerüljék el a figyelmünket. Amikor a Déri Múzeumban volt alkalmunk megcsodálni Munkácsi Mihály fantasztikus trilógiáját, akkor egy olyan fényeffektusokkal kísért előadást hallhattunk, láthattunk, amely a 3 csodálatos nagy festmény apró részleteire világított rá, és mindig arról a részletről szólt az előadó, amely éppen világosságban volt.
Csodálatosan rajzolódtak ki a részletek a megvilágítás révén. Azok a részletek is, amelyekre talán nem figyeltünk oda akkor, amikor a teljes képet vizsgáltuk. Most is magunk előtt látunk egy monumentális alkotást. Úgy, ahogy Máté evangélista leírta, a képen látható még Jeruzsálem, az a helyszín, ahol Jézusról leveszik a köpenyt, a gúnyolódó katonák, s ráadják szakadt ruháját, hogy vigye a keresztjét, s látjuk talán a város falakat is, azt az utcát vagy sikátort, amelyen Jézus haladt, látjuk az ünnepre érkező tömeget, arctalan emberek siettek Jeruzsálembe, mert közeledett a Pászka, és látjuk, hogy ezeknek az embereknek mennyire fontos látni a látványosságot. Látható a hatalmas tömegben egy-egy kirajzolódó arc is. Például a Cirénéből érkezett Simon arca, akit arra kényszerítettek a katonák, hogy vegye át a gyengén, elesetten keresztet cipelőtől a súlyos kereszt gerendát. S látható ezen az arcon talán a megdöbbenés, az a félelem, amely a katonák jelenléte révén születik a szívben, látszik a megdöbbenés és az engedelmesség. És ott van a csúfolódó tömeg, és ott vannak azok is, akik halálra ítélték Jézust, ott van a kupa tele epés borral, és ott van a két lator Jézus mellett. Fantasztikus, monumentális alkotás az, amit most verbálisan láthatunk, hallhattunk. És ott áll középen Jézus keresztje. Nagypéntek csendjében szükségünk van arra, hogy végig pásztázzuk ezt az egész képet, sőt, talán ennél többet is. Reménységünk szerint a presbiterek révén felolvasott passió ugyanígy az internetről olvasható és látható lesz majd mindenki számára. És miközben csendesen pásztázzuk a jól ismert passió jeleneteket, ezeket a megrázó képeket, amelyeket ugyan jól ismerünk, de mégis mindig újra és újra megdöbbenünk, amikor hallgatjuk ezeket a szavakat, akkor keresünk egy olyan pontot, ahol megnyugodhat a szemünk, ahol egy kicsit elidőzhetünk, amire ráfókuszálva elmélkedhetünk. Így olvastam én is sokszor át ezt az evangéliumi szakaszt. És az én tekintetem Jézus ajkánál időzött el. Úgy festette meg Máté evangélista Jézus száját, ajkát, amely imádkozó száj, amely hangosan fölkiáltó száj, ez a száj végül kileheli a lelket. Imádság van Jézus ajkán. Az imádság egy ősi zsoltár. Egy olyan zsoltár, amit talán Jézus is kisgyermek korában megtanulhatott. És sokszor imádkozták ezt a zsoltárt. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Kezdődik a 22. zsoltár, és így zeng Jézus imádsága keresztről. És mielőtt még elkezdenénk boncolgatni azt a szkeptikusok vagy teológusok által felvetett kérdést, hogy valóban elhagyta-e az Atya Jézust, a kereszten függőt, gondoljunk arra, hogy ez az ősi imádság milyen mélyen beleívódhatott kisgyermek korától fogva Jézus lelkébe. Egy nagyon személyes emlék jutott eszembe. Amikor édesapám halála előtt néhány hónappal megírta az élete visszaemlékezéseit és a család krónikáját, az utószóba ezt írta.
Az én koromban az még úgy volt, hogy az édesanyja tanította meg a gyermekét imádkozni. Az első imádság, amit tőle megtanultam, az estéri imádság volt. A jól ismert gyermek fohász. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Esténként bizony arra gondolok, hogy tényleg, valóban, lassan becsukódik már a szemem. Jön az éjszaka, talán az utolsó. Milyen nagyszerű, hogy az imádságnak itt nincs vége. Folytatódik. De a tiéd nyitva, Atyám. Isten szeme akkor is nyitva van, írta édesapám, körülbelül 3 hónappal halála előtt, amikor a miénk becsukódik. És hogyha végigolvassuk ezt a Zsoltárt, mert milyen nagyszerű, hogy annak sincs vége ott, ahol az evangélista abba hagyta az idézetet, akkor látjuk, hogy a szenvedő ember imádságában azt kéri, a legmélyebb kínjai között is az imádkozó, ó Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ezért ez a hallgatóság által félreértett imádság, mert valóban az ott állók féle magyarázták ezt az imádságot, azt gondolván, hogy illésért kiállt, ez a félreértett imádság sokkal inkább azt fejezi ki, hogy ott a szenvedés legnagyobb fájdalmában, ott, amikor az ember a legnagyobb magányt éli át, akkor is szüksége van arra, hogy az Isten szeretete ölelje át, siess segítségemre, ne légy távol tőlem. Csak az tud arról beszélni, hogy miért hagytál el engem, akinek hiány van a szívében, és vágyódik arra, akinek a közelsége segítséget jelenthet. Nem véletlen az, hogy egy másik evangélista, ahogy szerdán az igehirdetésemben is mondtam, azt a jézusi szót írja le, Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet. Mert valójában erre van szüksége ott az imádkozónak, az imádkozó ajkának és szívének. Uram, szükségem van a közelségedre. Kiáltás van Jézus ajkán. Ahogy nézzük a képet, az utolsó 2 mondatból rajzolódik ki, hogy az imádkozás után egy kiáltás hangja el ezt a szájat. Máté nem írja le, hogy mit kiáltott Jézus. Talán még a Zsoltár folytatását, amit az előbb idéztem. Nem tudjuk. A fájdalom kínja volt ez? Amikor a fájdalomtól szűkölve kiált föl valaki, vagy a végső fontos üzenet, amely más evangéliumban így irattatott meg, elvégeztetett? Nem tudjuk. Máté csak azt írja, hangosan felkiáltott. De a kiáltás megtöri a csendet, odafordítja a tekintetet afelé, aki hangosan kiált, mint ahogy a gyermek zsivajban hangosan szóló pedagógus hangjára fölkapja minden gyermek a fejét az osztályban, ahogy a hangos szóra az utcán is mindenki egyből odafigyel, mert valami érdekesség történhet, ugyanígy ez a kiáltás is sokakat megállít. Amikor kezd döbbenté válni a csend, és kezdenek hazaszálingózni azok, akik már elvégezték a munkájukat, vagy éppen kikíváncsiskodták magukat, a kiáltás még egy pillanatra megállítja őket. Amikor már megszokott lett a látvány, a vérző és vonagló testek látványa, akkor a megszokásból fölriaszt a kiáltás,
És Jézus utolsó hangos kiáltása így ébreszt föl, így ébreszti föl az érzékeiben és a hitében megtompult embert. Ember, ne törődj bele abba, ami van. Ember, ne fordulj magadba, nem törődve másokkal. Ember, állj már meg végre, és tekints a keresztre. Csak úgy mehetsz tovább, ha feltekintettél a keresztre. Jézus kiáltása most bennünket is megállít. Elcsendesedésre int, szemlélődésre int, életformálásra hív. Ránézünk Jézus ajkára. Halljuk az imádságot, halljuk a hangos kiáltást. Aztán kileheli a lelkét. Ez a sokak számára csak azt jelenti, hogy, ahogy mondani szokták, 21 grammal kevesebb lett a súlya. Mert azt mondják, hogy amikor meghal az ember és kileheli a lelkét, akkor 21 grammal lesz könnyebb. Aki állt már haláltusát vívó ember mellett, az legfeljebb annyit hallott, egy szusszanást. Valami kiáramlik a testből. Az élet áramlik ki a testből. A véges testből áramlik az élet. Ott a kereszten szenvedő szentből árad ki a levegő. Kilehelte lelkét. Ma azt mondanánk, meghalt, de ennél sokkal, de sokkal több történt ott. Azt halljuk, hogy napjaink betegségében szenvedőinél lélegeztető gépre van szükség. Mert ebben a betegségben a szenvedést az enyhíti, ha gépekkel segítik a lélegzést, és így kap a beteg több oxigént, több levegőt. Mindent megtesznek, hogy elegendő lélegeztető gép álljon rendelkezésre az egészségügyi intézményekben. Lelki értelemben mi is lélegeztető gépre szorulunk. Hiával vagyunk a levegőnek, az életet tápláló kilehelt léleknek, pedig ott Jézus kilehelte a lelkét. Talán így is mondhatom, és senki nem fog megbotránkozni, olyan lélegeztető gép a kereszt, amely a bűntől fulladozó embert megmenti a görcsös haláltól. Jézus kilehelte lelkét, hogy mi éljünk, hogy mi levegőhöz jussunk, hogy mi új életre indulhassunk, ha megálltunk ott, a kereszt alatt. Éppen ezért ezen a csendes nagypénteken is álljunk oda lélekben, Jézus keresztje alá. És ne csak nézzük, hanem éljünk is abból, amit nékünk halálra vévén adott a megváltó. Így lépjünk Krisztus által az új élet útjára. Amen. Imádkozzunk. Keresztedre nézek, Jézus, most hittel. Lelked táplál, imádságod éltet, kiáltásod fontos számomra.
Újíts meg. Válts meg. Gyógyíts meg. Indíts így új, reményteli útra bennünket. Amen. Az ige hallgatás után most a 203. ének 8. verszakát énekeljük el. Hirdetéseket mondom el. Hirdetem, hogy húsvét ünnepén és húsvét második ünnepnapján is felvételről az interneten keresztül tudják majd a testvérek és az érdeklődők elérni az ünnepi Isten tiszteleteinket. Hirdetem azt is, hogy bizonytalan ideig még ez így fog tartani egy darabig, tehát előre láthatólag még tovább is így tudunk lelkileg közösséget alkotni gyülekezetként, hogy ha megkeresik a testvérek az online ige hirdetéseket és a gyülekezeti alkalmakat. Kérjük a testvéreket, hogy egymást is hívják, keressék a bezártság vagy a kényszerű otthon tartózkodás ellenére is, és kívánjanak egymásnak áldott ünnepeket, és érdeklődjünk egymás felől. Azt is hirdetem, hogy az evangélikus életnek a ünnepi száma is majd megjelenik nem sokára, és aki majd azt szeretné megkapni, az jelezze felénk a szokásos csatornákon keresztül, és akkor igyekszünk eljutatni a testvérekhez az evangélikus életnek a húsvéti számát is. Köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják a gyülekezetünket, azon túl, hogy imáikban is hordozzuk egymást és a szolgálattevőket. Köszönjük a persei adományokat és a felajánlott adományokat, amelyeket elküldenek, eljuttatnak a lelkészi hivatalba, és kérjük, hogy ezután is, hogyha ezt tehetik, akkor tegyék meg, és Istennek adunk hálát azért, hogy ezt a fontos szolgálatot is folytatják a testvérek. A lelkészeink hívhatóak a telefonon, vagy megkereshetők e-mail útján is. Hétközben mindig 9-től 1 óráig ügyeletet tartunk a lelkészi hivatalban. Ha bárki keres abban az időszakban bennünket, akkor el tud érni, vagy üzenetet tud nekünk hagyni. És végezetül mindenkinek ezen az úton is kívánunk a gyülekezet elnöksége nevében áldott és bensőséges ünneplést és húsvéti készülődést. Isten áldása legyen velünk.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei atyánk, magasztalunk kegyelmedért, hogy a kereszten lehajoltál hozzánk. Kérünk, nyisd meg szívünket, tedd fogékonnyá lelkünket, hogy irgalmas szereteted vigasztaló jó hírét örömmel fogadjuk. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Kérünk, Istenünk, ébresz szívünkben bűnbánatot, hogy elfogadjuk kezedből az ítéletet, amelyet bűneink fölött mondtál ki Szent Fiat keresztjén. Add, hogy a kereszt naponta legyőzze vétkes önzésünket és szívünk keménységét. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, újítsd meg életünket a kereszten kinyilatkoztatott szereteteddel. Töltsd meg szívünket hálával, és készíts fel bennünket a szeretet jó cselekedeteire. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Irgalmadba ajánljuk gyülekezetünket, egyházunkat, az egész kereszténységet. Bocsásd meg, hogy szégyent hozunk rád engedetlen, méltatlan életünkkel. Támasz fel új életre a keresztről áradó erővel, hogy szent neved dicsőségére éljünk. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért, minden népért. Fékezd meg a haragot és gyűlölködést. Áld meg felelősség érzettel a vezetőket, hogy az emberiség békéjéért fáradozzanak. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a szenvedőkért, a betegekért, és mindazokért, akik értük aggódnak, és velük szenvednek, és mindazokért, akik azért fáradoznak, hogy meggyógyuljanak. Urunk, keresztje adjon számukra vigasztalást, bátorítást, és Urunk, keresztje adjon azok számára is bátorítást és erőt, akik azért fáradoznak, hogy a mi ellátásunk biztosítva legyen. Adj szívünknek és lelkünknek békességet. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, Urunk, és ne fordulj el tőlünk szívünk keménysége miatt. Könyörülj rajtunk, hogy Szent Fiat halála mindannyiunknak életet és üdvösséget hozzon. Hallgass meg bennünket, Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül pedig vegyétek az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. A 198. éneket énekeljük most el.